már majd megfőzzük estére vacsorára. Nem szalad be sehová sem. Fékómatta, fékómatta, ez már megint mi az Isten csodája? Életemben nem láttam meg ilyen teremtményét a jó Isten. Ti gyerekek, láttatok-e már ilyet? Igen! Hát tudod, komám, én is már jó pár évet megértem, te életemben életem. Kicsire, hogy a lábukra nem esett. Már össze is bőtte volna. Nagyon nevetséges. Te minden nem tudom mondani a magam eszívű, hogy ez micsoda. Jó, nehéz. Ha nem tudom a magam eszívű, de megmondják azok, akiknek ez, mi ez a dolg. És ezért fizetjük őket, okos bevisszük a faluházára. Azért előjárok az előjárok, hogy ők mindent tudjanak. És ilyenkor gyűlik össze a kupak tanács. Okosan vettünk, romálni. No, meselkedjünk neki. Na, fogjuk meg, aztán vigyek, hogy benne. Hanem azt is tudni kéne, hogy
Miféle tojás ez? A vigyóra, ott a fia, na mondó vagyok. Ez egy gyíkság! Majd én megnézem jobban. Szerintem ez Ludvérci! Ha se látok még Ludvérci! Beszélek itt hülyeséget. Ez csak kacsa tojás lehet? Atyafiak, majd megmondom én milyen tojás. Na, hagyja! Hagyja! Hát, ez csak is krokodil élet. De az sem kizárt, hogy egy zsiráf toj. Igazán vagyunk a dologban. Aztán láttatok-e valamilyen állatot a határban? De olyat, amilyet még ez idáig nem láttatok. Láttunk mi, hogy ne láttunk volna. No, aztán milyen volt? Utat. Akkor a tyúk csak a mesében van.
Jó, de bíró uram, hát mivel költetjük ki? Mivel? Tudják mit, atyafia? Én a mondó vagyok, hogy költsük ki magunk! Én kezdem a sor! Okos gondolat, bíró uram. Nagyon bölcs gondolat.